szeretett törődés meleg otthon. Másra nem is vágynak az Elizabeth menedék örökbefogadható védencei. Dogline című sorozatunk legfőbb célja a menhely négy lábújnak is esélyt adni egy boldogabb élethez. Segítsünk együtt, hogy ők is gazdira találjanak. A következő percekben nézőink újabb három-négy lábúval ismerkedhetnek meg. Kezdjük is Nellivel. Nelly, akit egy nagyon rossz körülmények közül mentettek egy másik állatvédő szervezet két kölykével együtt. A kölykök mondjuk azt, hogy ideglenes befogadónál vannak, még nem találtak ők se gazdára, de a Nelly meg ugye teljesen itt ragadt nálunk. Róla annyit kell tudni, hogy ő inkább a nőket szereti jobban, úgyhogy én inkább egyedülálló nőnek tudom elképzelni, vagy egy idősebb hölgynek, aki így sétál vele, meg jön meg. Egyébként nem annyira aktív, ilyen közepesen aktív kutya jelez, hogyha bármi van, tehát hogyha jön egy idegen, vagy akármi, akkor ő jelez. Elsőre kicsit félénk lehet, más fiú kutyákkal jól kijön, lány kutyákkal nem annyira. Hát ilyen kinti-benti tartásra adnánk legszívesebben. Úgyhogy meg egy kicsit olyan gazdnak, aki türelmes, kivárja, hogyha egy picit félénkebb a kutyus pórázon tud sétálni. Enni szeret. Ők Somogy megyéből jöttek még annó, talán nyáron, nem emlékszem pontosan. Februári születésűek, úgyhogy most lesznek egy évesek. Ő, a fiú az Ernst, ő már ivartalanítva van, és tehát azonnal tud gazdihoz költözni, a lány pedig Elfrid, és hát azt kell róla tudni, hogy igazából őt már egyszer örökbe fogadták, de nem sikerült ez a dolog, úgyhogy visszakerült a menhelyre. Mind a ketten elég aktívak, úgyhogy inkább aktív családot keresünk nekik. Ennél nagyobbak már nem igazán lesznek, úgyhogy nem olyan nagy fogyasztásúak, de igazából azért az aktivitásuk az megvan. Nem tudom megmondani, hogy milyen keverékek, mindenféle van bennük. Ilyen igazi utcagyerekek. Az Elfrid egy picit dominánsabb, úgyhogy ő egy kicsit határozottabb gazdit kíván. De mind a ketten taníthatóak, okosak, csak legyen meg az, hogy ők naponta le vannak fárasztva, és akkor szerintem boldog gazdi és a kutya is. Az Elfrid az ivartalanítás után költözhet gazdihoz, az Ernst, azt pedig mondtam, az előbb ő már bármikor tud indulni, mert ő már ivartalanítva van. A nehéz gazdasági helyzet következtében 2022-ben lecsökkent az örökbefogadások száma a menhelyen. Emellett az anyagi támogatás is megcsappant az elmúlt időszakban. Most nagyon sok olyan kutyánk van, aki most már évek óta, hónapok óta itt van. És ez, hát biztos tudom, hogy nagyon sok minden történt 2022-ben, és nyilván ez is az oka annak, hogy anyagilag sokkal jobban megfontolják az emberek, hogy mire költenek, meg egy kutya nem olcsó, ez tény és való, de azt szeretném ezzel mondani, hogy olyan kutya is tud cuki lenni, aki nem egy fajta tiszta, nem tudom én, Yorkie, vagy Vizsla, vagy akármilyen kutya, érdemes körülnézni a menhelyeken is, és eljönni. Ugye a menhely legtöbbször a civil emberekre van rászorulva, és ezt láttuk, hogy ugye az adomány is egy kicsit ilyen hektikus, hogy karácsonykor jönnek és hoznak, meg mit tudom én, állatok világnapján, de van úgy, hogy hónapokig nem igazán kapunk semmilyen tápot, meg semmit, és akkor így már többször is volt 2022-ben, hogy annyira lecsapant a tápkészlet, hogy így kicsit megijedtünk, hogy mivel fogunk etetni, de akkor így az utolsó pillanatban mindig érkezett egy kis segítség, de azt elmondhatom, hogy az menhelyen a kutyáknak egész évben kell enniük, úgyhogy egész évben szükség van arra, hogy támogassanak minket. Jelenleg a kis négylábúaknak ágynemű húzatra, kölyök és felnőtt kutyatápra, és az állatorvosi költségek miatt tipp pénzadományra lenne a legnagyobb szükségük. De térjünk is vissza sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Nelly, Ernst vagy Elfrid felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak.
hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet. Thank you.